Így néznek ki most a várva Kft. Körösi úti telephelyén nevelkedő virágok. A precíz alapos gondozásnak meglett az eredménye. A 300 négyzetméteres fólia sátorban gyönyörű lántvány nyújtanak a színpompás növények. 15 ezer egynyári virágot neveltünk már február óta. Megy itt a fűtés, a hűvös éjszakákon éjszakai gyület is volt. A közfoglalkoztatottak egy kis csoportja, 3-4 fő folyamatosan itt dolgozott azon, hogy a virágok ilyen szépek legyenek. Egyebek mellett neveltek paprikavirágot, petúniát, begóniát, bojtocskát, bársonyvirágot és kakastarét is, de pár zöldségpalántát is ültettek a fóliába, mondta Hervai Gergő. A lényeg az, hogy gyakorlatilag az árvácskákat fogjuk leváltani majd a virágágyásokba, Béketéren, a körforgalomba, a Selyem utca sarkán, a megszokott helyeken mindenütt le fogjuk cserélni. Körülbelül 2 hét múlva kezdjük szerintem, mert a fagyos szentek idején most elég hideget mond a hétvégére is, tehát nem merünk kockáztatni. Ezen kívül itt folyamatosan megy a zöntözés. Hétvégén mi szoktuk vállalni a zöntözését a palántáknak, szellőztetés, árnyékolás, meg párásítás. Meg nyilván ez mellett a gombaölőszerrel való kezelés, mert az szokott terjedni a párás levegőben, úgyhogy muszáj permetezni gombaölővel. A színpompás virágokból ültetnek ki a sportuszodához, a Puskaporos és Szolnoki út sarkához is. A növényeket a talaj előkészítése után helyezik majd ki.